Bogyai Katalin asszony szintén többször volt vendége már a Beket emléküléseknek. Nagyon nagy tapasztalata van, és gratulálni neki a sikereihez is a magyar-angol-magyar kulturális kapcsolatok terén. Nem szeretném is külön említeni, mindannyian tudjuk, hogy milyen szép eredményt ért el a Hungarian Magic kapcsán még annak idején. Azóta a kultúrdiplomáciában dolgozik, az UNESCO nemrég fejezte be kiemelt szolgálatát az UNESCO közgyűlése elnökeként, de továbbra is UNESCO nagykövetünk. Szeretettel köszöntöm még egyszer, és megkérem, tartsa meg előadását. Bíboros úr, püspök úr, miniszter úr, nagykövet urak, rektor úr. Beket Szent Tamás emlékét idézzük föl együtt immár 20 éve itt Esztergomban. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy hosszú ideje különböző minőségemben kapok meghívást erre a különleges eseményre Kis Rigó László püspök úrtól, akinek ezúton szeretnék gratulálni, ahogy a nő mondja, a Beket Tamási legújabb kori hagyományok megteremtéséhez és a Rudnai Kulturális Alapítvány létrehozásához is, hiszen mindkettő hídteremtés a kultúrák és az országok között. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy barátként és a kulturális diplomácia elhivatott képviselőjeként lehetek itt. Beket Tamás emlékünnepségen nem csak egy nagy erejű egyházfi elkötelezettségét dísérjük mindig, nem csak a brit-magyar diplomáciai kapcsolatokról beszélünk, amelyek köztudottan oly közel állnak hozzám, de arról is gondolkodunk itt együtt, hogy a kultúrák közötti párbeszéd igaz lehetőséget ad arra, hogy mi emberek, népek, országok, kultúrák rendelkezzünk bármilyen kulturális vagy vallási gyökerekkel, megtanuljuk egymást megérteni. Január 1-én Daniel Barenboim vezényelte a bécsi filharmonikusok tradicionális koncertjét a bécsi Musikverein aranytermében. A koncert szünetében hallgattam a vele készült interjút, ami újévi üzenete volt. Az argentin születésű, Izraelben felnőtt, világhírű karmester, aki a legendás kelet-nyugati palesztin-izraeli muzsikusokból álló diván zenekar megteremtője, és akit az a megtiszteltetés ért, hogy 2012-ben a londoni olimpiai játékok nyitó ünnepségén vihesse az olimpiai zászlót az ENSZ főtitkárával együtt, egy olyan szimbolikus művész, aki muzsikájával odavisz harmóniát, ahol nincs összhang. Újévi üzenetében arról beszélt, hogy felgyorsult. Az anyagi javakat hajszoló világunkban elfelejtünk megállni, gondolkodni, érdekelni mindazt, ami velünk történik, és azt, hogy gyermekeinknek milyen jövőt hagyunk magunk után itt a Földön. A világban, és ezt már én mondom, a hosszú távú gondolkodás, felelősségvállalás, a bölcsesség ideje kell, hogy ránk köszöntsön. Barenboim újévi üzenetében arról beszélt, hogy egy zenekarban a muzsikusok jöjjenek a világ bármely pontjáról, egymásra figyelnek, megtanulnak egymással beszélni, és ha nem értik egymást, soha nem születik meg a harmónia, és rossz lesz a koncert. Hölgyeim és uraim, a kultúra, mint tudjuk, meghatározó szerepet játszik identitásaink kialakulásában. Sok esetben azonban nem érthetjük meg a kulturális identitást, ha nem értjük meg a vallás, a hit által formált identitást. Ellentétesnek látom azt a feltételezést, hogy a társadalmakban a hit szerepe lassan eltűnik a tudományos és technológiai fejlődés következtében. A világ ugyanis olyan alternatív globalizációnak is szemtanúja, amit a vallási, spirituális mozgalmak hoznak létre mindenütt.
Azt is látjuk ugyanakkor, hogy a vallás és a hit szélsőséges megnyilvánulások, a kirekesztés és az erőszak forrásává is válhat. A vallások sokszínűsége kihangsúlyozhatja az emberek különbözőségét is. Az én hitem, hogy sikeresen nem dolgozhatunk a kultúrák közötti párbeszéden, ha kihagyjuk ebből a vallások közötti párbeszéd fontosságát. A béke kultúrája, a kultúrák közötti párbeszéd egymás vallásának tisztelete minden egyes emberben megszülethet. Ehhez igen nagy szükség van arra, hogy a vallások között egyre intenzívebb és nyíltabb legyen a párbeszéd, hogy az emberek őszintén oszthassák meg egymással a különböző vallásaik számukra fontos jellemzőit, és közösen keressék meg azokat a gondolatokat, amelyek összekötő és nem elválasztó erővel bírnak. A kultúrák és a vallások közötti párbeszéd egyre jelentősebb szerepet játszik a világban, a konfliktusok gyógyításában, kezelésében és megelőzésében. Erre azért is van nagy igény, mert olyan világban élünk, ahol az etnikai, nemzeti, faji és vallási különbözőségek konfliktust jelentenek. És ehhez nagy szükség van a különböző kommunikációs formák felhasználására, a nyílt diskurzusra, ilyen témájú könyvekre, filmekre, színházi darabokra. A hírek fejbevágnak. Megráznak bennünket, majd elillannak, és helyükre minden pillanatban új és új hírek érkeznek. Egy színházi előadás azonban, egy könyv élménye és üzenete sokkal hosszabb időre képes lekötni figyelmünket, beférkőzik gondolataink közé, analitikus gondolkodásunkat inspirálja, változásokat hoz gondolkodásmódunkban és életvitelünkben. Tamási Áron Vitéz lélek című darabját láttam tegnap este a Nemzeti Színházban. Egy ilyen előadás a nézőtéren ülőkkel a színházi együttlét misztériumán keresztül kollektívan képes megtárgyalni értékrendünk alapjait, és így ezt képesek vagyunk magunkkal vinni hétköznapi csaptáinkba. Az UNESCO, az ENSZ nevelésügyi, kulturális és tudományos szakosított szervezete egyik központi missziója, hogy nemzetközi együttműködések formájában a kulturális sokszínűséget védve és ünnepelve, a kultúrák közötti párbeszéden keresztül a nemzetközi béke szükségességét és lehetőségét hirdesse, keresse, formáit megtalálja és építse. Az emberek gondolkodásának befolyásolása, a békés együttélés igényének kialakítása az agyakban az UNESCO fő feladata. A multilaterális diplomácia nagy szerepet játszik abban, hogy kényszerítve legyünk leülni és beszélni egymással, hogy saját kicsinyes érdekeinken felül tudjunk emelkedni embertársaink, az emberiség hosszú távú érdekeinek érdekében. Magyarország UNESCO nagyköveteként abban hiszek, és azt hirdetem, hogy a kulturális diplomácia igen hatékony módja annak, hogy a béke kultúráját a kultúrák és vallások közötti párbeszéden keresztül építsük. Számos jelentős vállalkozást, iskolát, vallási és egyetemi központot kerestem fel az elmúlt években, az UNESCO közgyűlés elnökeként, és láttam, hogy egyre több hivatalos és civil kezdeményezés rendez olyan kurzusokat, konferenciákat, találkozókat, amelyekre a különböző vallások vezetőit és képviselőit hívják egybe. Magam is számos ilyen eseményen vettem részt, olyan konfliktusokkal terhelt országokban, ahol a vallások közötti párbeszéd és megértés, a nyitottság nélkül elképzelhetetlen a béke. Veszák napja, Buddha áprilisi születésének ünnepnapja. Ezt rendszeresen megünnepeljük az UNESCO-ban, és javaslatom alapján immár ezt arra használjuk föl, hogy a világ vallási vezetőit és képviselőit hívjuk egybe. Tavaly a Vatikán képviselője ezen a napon arról beszélt, hogy a vallások közötti párbeszéd sikere
az oktatásban rejlik. Az oktatás, a különbözőség elfogadására való oktatás is az UNESCO egyik fő vállalása. Hiszek az oktatás és párbeszéd erejében. Hiszek abban, hogy egymástól nem félnünk, hanem tanulnunk kell. Ezért mondom azt, hogy számomra a sokszínűség nem félelem, hanem az inspiráció forrása. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A keresztény tradícióban a vallások közötti párbeszéd jól ismert. A Szentírás maga is ír annak szükségességéről, hogy az idegen, a külföldi iránt viseltessünk tisztelettel. A középkor keresztény gondolkodói, mint Hildegard von Bingen, Aquinoi Szent Tamás, Assisi Szent Ferenc, a muzulmán és zsidó hitűekkel folytatott párbeszéd fontosságát hangsúlyozták. Még a Szovjetunió fennállása idején, 1986-ban, az ENSZ által a béke nemzetközi évének meghirdetett esztendőben II. János Pál pápa a vallások és egyházak 120 vezető képviselőit hívta meg Szent Ferenc városába, hogy együtt böjtöljenek és imádkozzanak a békéért. Andreas R. Batlog, osztrák jezsuita, egy nemrég megjelent írásában rámutatott, hogy Karol Wojtyla kezdeményezése milyen ellenvéleményeket váltott ki akkor egyes kuriális bíborosok és tradicionalistákhoz közeli egyházi körökben. Azzal vádolták akkor a pápát, hogy vallási közömbösséget terjeszt. Ugyanakkor Jacques Delumeau, francia történész, aki a katolikus egyház történetével foglalkozik, 1997-ben azt írta, hogy ez az esemény II. János Pál pápaságának egyik legfontosabb kezdeményezése volt, jelképe egy döntő változásnak. Maga II. János Pál 1986 karácsonyán a római kúria előtt mondott beszédében hosszan foglalkozott a találkozó jelentőségével, és az eseményt szinte kizárólag a zsinati dokumentumokból vett idézetekkel támasztotta alá. És Assisi folyamattá vált az egész világban. Különböző közösségek rendszeresen szervezik Európa és Amerika egy-egy nagyvárosában a találkozót, hogy Assisi szellemében élhessen a világ. De gondoljunk csak, a Budapesten 2012-ben szervezett nagy sikerű nemzetközi Let's Bridge, kapaszkodjunk egymásba, kapaszkodjunk össze rendezvényre, amit a Focolare mozgalom hozott országunkba, és amelyben a Duna budapesti hídjai jelentették szimbolikusan a lehetőséget és a szükségességet a különböző vallású fiatalok közötti párbeszédre. Kedves vendégek! Az UNESCO-ban mi abban hiszünk, hogy a béke és a nemzetközi megértés kéz a kézben jár egymással. Hogy a kormányok közötti politikai és gazdasági megállapodások nem biztosíthatják a hosszú és tartós békét, ha az nem az emberiség intellektuális és morális szolidaritására alapul. Ennek alapja viszont az egymás iránti tisztelet, a különbözőség elismerése, a kulturális sokszínűség ünneplése. Ez dialógus és őszinte párbeszéd nélkül elképzelhetetlen. A Beckett Tamási emlékezés itt Esztergomban számomra mindig a dialógus, a hitteremtés, a megérteni vágyás ünnepét jelenti. Rendezzék ezt az ünnepet akár az év végső napjaiban, akár az új év kezdetén, még abban a lelki állapotban vagyunk, amit Barenboim a megállás, az értékelés pillanatának hív. Vagy amiről II. Erzsébet karácsonyi üzenetében úgy beszélt, hogy szükség van a reflekció időszakára, a gyakorlati cselekvés és gondolkodás harmóniájának megteremtésére. Ezt érzem itt, minden esetben Esztergomban, a Beckett Tamási találkozók alkalmával. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.